Hatalmas főépület, három melléképület és hozzá a parkosított kert. Így néz ki felülről a vadászkastély, amit csak Lázár Jánosnak és családjának földjei, erdői vesznek körbe. Az egykori miniszter februárban még azt mondta, hogy nincs köze a kastélyhoz, de már akkor meglebegtette, hogy talán tulajdonrészt vásárol benne. Ez a két lehetőségem van. Vagy az erdőt adom el, vagy a vállalkozásból, ennek a vendéglátóipari vállalkozásnak a részvényeiből próbálok lehetőségeimhez mérten valamennyit megvásárolni. Mérlegelni fogom még ezt a irányt, mind a kettőt. Az utóbbi mellett döntött. A most benyújtott vagyonnyilatkozatában bevallotta, hogy áprilisban résztulajdonos lett. Hogy mennyit fizetett a kastélyépítő cég 8,1%-áért, azt nem írta bele. De nem csak a kastély lett részben az övé. Ez az értékes fővárosi épület a divatcsarnok is. Pontosabban a tulajdonos cégben vásárolt 10%-nyi részesedést. Az ügylet pikantériája, hogy a magyar cég tulajdonosa Bécs egyik leggazdagabb üzletembere. A kevés bécsi, aki még itt lakik, az elmondta, hogy sokkal nagyobb a bűnözés és nagyobb félelemben élnek itt az emberek. Lázár János néhány hónapja a választási kampányban egy Bécsben készült videóban riogatott azzal, ha az ellenzék nyer, Magyarország is olyan lesz, mint Bécs, ahol a menekültek átvették az irányítást. Hogy mennyi pénzt fizetett az osztrák tulajdonosnak az üzletrészért, szintén nem lehet tudni. Mint ahogy az sem, hogy mennyibe került az a BMW, amivel ugyancsak gyarapodott Lázár vagyona. Ilyen típusú 2013-ban gyártott kocsiból a legolcsóbbat, amit találtunk a hirdetések között, 5,5 millió forintért árulják, a legdrágábbat majdnem 13 millióért. Megtakarítás, hitel és családi összefogás. 4 éve ezzel magyarázta Lázár János a házon kívülnek, hogy miből vett szőlőt és egy drága budai lakást a gyermekeinek. Sajtósa most azt írta, a cégeket és az autót a megtakarításaiból, a fizetéséből és hitelből vette. Lázár János miniszterként, ha a gyermekei után ő kapta az adókedvezményt, havonta körülbelül nettó 790 000 forintot keresett. A vagyonnyilatkozatában megadott adatok alapján úgy számoltunk, hogy legfeljebb 16 millió forintot költhetett a fizetésén felül az autóra és a részesedéseire a két cégben. A Demokratikus Koalíció bejelentette, vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez.